Egyre többen és egyre többször tüntetnek Spanyolországban a megszorítások miatt. A baj, ahogy mondani szokás, nem jár egyedül. Az országot most 3 fokozattal minősítette le az egyik nemzetközi hitelminősítő. Spanyolországot elsősorban a spanyol bankok helyzete miatt minősítette le most a Fitch Ratings. Az MT Hírcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint az ország bankrendszerének rendbetétele és feltőkésítése 60 és 100 milliárd euró közötti terhet jelenthet a spanyol gazdaságnak. Ez jelentősen megemelni az ország államadóságát, ami Magyarországra is hatással lehet. Ez azt jelenti, hogy mi sokkal nehezebben tudjuk finanszírozni magunkat, illetve hát a forintnak az árfolyama jelentősen rosszabb helyzetbe kerülhet. The Hungarian fairy tale. Matolcsi György a CNN-nek adott interjújában bizakodóan látja a jövőt. Az amerikai hírtelevíziónak még májusban adott interjújában azt mondta, a magyar tündérmese egy év múlva sikertörténet lesz. Ez szerintem még akkor is igaz, ha a gazdaság zsugorodik, amit most a KSH legfrissebb jelentése is alátámaszt. Több mint 1%-ot esett vissza a gazdaság az első negyed évben. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott, a múlt év utolsó negyedévében viszont az egyik legjobb eredményt mutatta fel Magyarország az Európai Unióban. A miniszter szerint most egy átmeneti állapotban van a magyar gazdaság, a jövő év már erős gazdasági növekedést fog hozni. Vennénk a stúdióban Csatmag Dolna közgazdász, együtt hallgattuk végig mindezt, amit Matolcsi György mondott. De hát eltelt itt már 2 év, tehát most már látni perspektívákat. Negatívumnak azt szokták emlegetni, hogy a kormánynak az a várakozása, hogy itt egy nagyon komoly fellendülés, izmos fellendülés beindulhat 2011-12-ben, az nem jött be. Pozitívumként pedig azt szokták mondani, hogy ebben a világgazdasági környezetben fejre is lehetett volna állni. Ugye gondoljunk csak a forint esemény történetére az elmúlt 2 évben. Ezt általában a tárgyilagosabb elemzők sikerként könyvelik el. Hol van az igazság? Megalapozott-e, amit Matolcsi György mond, hogy átfordulnak a trendek jövőre? Hát talán politikusnak jó optimistának lenni, és elemzőnek meg jó reálisnak. Na most, ha ebből indulunk ki, akkor a mutatókat kell megnéznünk, és azok a mutatóink, amelyek a kilábaláshoz fontosak lennének, azok egyelőre nem javulnak. Itt gondolok a beruházásoknak az értékére, hogy ez folyamatosan lefele megy. A fogyasztás is csökken, tehát mindez fontos lenne a nemzeti jövedelem növekedéséhez. A cég tönkremenetelek száma az sajnos növekszik, és ugye egy cég, amely egyszer tönkrement, az olyan nagyon gyorsan nem fog újra elindulni és újra munkahelyet teremteni. Munkanélküliség eléggé rossz helyzetben van, 11% fölött, 11,5% körül. Tehát azok a mutatók, amelyek a fellendüléshez fontosak lennének, hogy ma már elkezdjenek javulni, azok nem nagyon javulnak. Egy jó mutatónk van, kétségtelenül, ami miatt dicsérik is a kormányt, ez a deficit. Ugye a deficit az 3% alatt van, ami kétségtelenül jó hír, de ugyanakkor oka is lehet a problémáknak, mert ugye adóemeléseket hoz a deficitnek a leszorítása, meg pénzkivonást innen-onnan különböző területekről, amely pénzkivonás meg a gazdaság beindítását nehezíti. És ugye most... a parlamenti ellenzék az persze teszi a dolgát, és megfelelően éles kritikával illeti a kormány gyakorlatát. Ők azt mondják egyébként, hogy nem annyira a világgazdasági válság, sőt van, aki már azt mondja, hogy Európában nincs válság. Lehet, hogy más újságokat olvasunk, most éppen Madridban van elég komoly gond. Tehát nincsen világgazdasági válság, és a kormány tévútjai, tévedései konkrétan, azok nagyon sokat hozzátettek a válsághoz. Ezeknek a kritikáknak van alapja ön szerint? Hát azt a kérdést is fel lehet tenni, hogyha a környezeti problémák okoznák a válságot, akkor miért nincs, vagy a gyengébb gazdasági teljesítményt, akkor miért nem gyenge a gazdasági teljesítmény Lengyelországban, vagy Szlovákiában, tehát azon környező országokban, amelyekre ugyanazok a környezeti tényezők hatnak, mint ránk. Mert ezekben az országokban gazdasági növekedés van, ugye nálunk pillanatnyilag csökkenés van, hogy az éves elemzés, az éves teljesítmény milyen lesz, azt ugye nagyon nehéz előre jósolni, mert különböző elemzők különböző dolgokat mondanak. Általában az a közös, hogy 2012-ben akár még recesszió is lehet, ugye, ami azt jelenti, hogy egymás után több negyed évben is csökken a gazdaság teljesítménye. Jó, de azt is szokták mondani, hogy Szlovákiát, Lengyelországot, meg a többi országot azért nehéz hasonlítgatni, mert egyrészt nem élünk ott. Nem pontosan látjuk, hogy mi zajlik. Ezeknek a növekedéseknek ára van. Itt is lehetne
dereguláció, liberalizáció, elbocsátások, stb. Ha ezt bírja egy társadalom, de Magyarország, a magyar társadalom ezt már nagyon a határán áll a tűrő képességének. Van-e más útmód, amivel meg lehet lökni egy gazdaságot? Hát én azt gondolom, hogy a probléma az az, ami miatt nem tudunk beindulni, hogy ez az erőltetett deficitcsökkentés, ami ugye a 300% alá akarja mindenáron lenyomni a deficitet, ami abszolút ma már az Európai Unióban nincs rá példa, hogy valaki ezt tenni. Hát épp most a spanyolok most kaptak arra engedélyt, hogy túllépjék a deficit. De mi az, hogy muszáj? Hát a deficit eljárás alatt volt Magyarország régóta. Jó, de bocsánat, mi az, hogy deficit eljárás? 3% a Maastrichti kritérium. Magyarország nem eurózóna tagország, egyébként pedig 3% alatt vagyunk annak ellenére, hogy nem vagyunk eurózóna tagország. Tehát akkor mit kell erőlködni? De meg lehet úgy lépni, hogy megkockáztassuk a valuta alappal a megállapodást? Na de a valuta alappal is többek között, mire oda kerülünk, hogy megállapodunk, addigra már tulajdonképpen már olyanok a mutatóink, már azok a mutatóink, amelyek a valuta alapot érdeklik, például a deficit, hogy már túlzottan is jók. Ha... Most az a helyzet, hogy mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit csinál a kormány, és mit csinálnak az állami pénzeket, de ez a kisebbik eszköz. Mit csinál a magánszektor? Tehát ott igazából miért nem indul be semmiféle? Hát, de mitől tudna beindulni? Hát, hogyha egyszer a deficit csökkentést ilyen erőltetetten próbáljuk csinálni, miközben tényleg ebben egyedül vagyunk már, ez azzal jár együtt, hogy például csökken a fogyasztás. Aztán nem lehet eladni. Ha nem lehet eladni, akkor a cég nem tud működni. Ha nem tud működni, nem tud adót fizetni. Tehát egy ilyen rossz spirálba belekerül. Mindjárt itt lesz majd az ellenzékben Burán Sándor, vele innen folytatjuk egyébként. Tehát hogy az is nagyon gyakori kritika az ellenzék részéről, hogy egész egyszerűen nem tudta a kormány megfelelően csökkenteni a munkahelyteremtést gátló adóterheket. Ez egy jogos kritika? Hát ez teljes, sajnos ez jogos, hát persze nem történt gyakorlatilag érdemi lépés, és ahhoz, hogy mondjuk egy 100 000 forintot kifizessen valaki a mondjuk bruttóba egy munkavállalónak, amiből ugye amik levonjuk a munkavállalónak a saját adóterheit, az majdnem kétszer annyiba kerül a munkaadónak. Na most ez azért nagyon rossz, mert egyrészt a fekete gazdaságba kényszeríti a munkaadót, ami ellen persze most nagyon sok lépés van, adó és egyéb ellenőrzések, másrészt viszont nem igazából érdekelt abban, hogy felvegyen embereket, mert nem tudja finanszírozni a költségeket egy lefelé menő gazdaságban. Persze visszatérve az Európai Unióban sem javul annyira a helyzet. Hát ott van a spanyol probléma, a görög probléma nincsen megoldva. Tehát még egy nagyon válságos helyzetben vagyunk környezetileg is. Tehát azt kellene figyelni, hogy a magyar energiákat hogyan lehet felszabadítani, belső erőket, ez pedig oda kéne végre fordulni a KKV-szektorhoz. A hazai vállalkozásokat kellene helyzetbe hozni. Csatmagdónak köszönöm, hogy itt volt nálunk.